1989 óta idén 30 éve ünnep a Magyar Kultúra Napja január 22-én. A gondolat ifja Fasang Ádám zongoraművésztől, a későbbi kultúra diplomatától származik. Szekszárdon a Garai János Gimnázium vendége Kéfer György opera nagykövet volt, aki a magyar zenekultúra fejlődéséről tartott előadást. Magyarországon sokkal nehezebben alakult ki a európai kulturális környezet és az ehhez való lehetőségek. Igazából a 19. század közepén épült az első színház itt Magyarországon, amiben egyáltalán zenét elő lehetett adni. És azon kívül a nyelvünkkel, ami a világ legszebb nyelve, azzal is kicsit hátrányban vagyunk, mert mondjuk Erkel Ferenciába írta meg a csodálatos operáit, ami vetekszik egy Verdi operával. Csak éppenséggel magyar volt, magyar történelemből írta, és magyar nyelven. És hát ez egészen más volt, mint amikor Verdi operákat az utcán olaszul fütyülték az emberek. Ez ugyan hátránynak számított, viszont később a magyar zene sokkal egyénibben és sokoldalúbban tudott megmutatkozni, és nagyobb léptékben fejlődött, teszi hozzá a nagykövet. A magyar operajátszás, a itteni lehetőségek, ezek teljes mértékben megfelelnek már a európai színvonalnak. A Magyar Operaház, a Budapesti Zeneakadémia bent van Európa 10 leghíresebb és legjobb intézménye között. Kéfer György klarinétművész, a Magyar Állami Operaháza zenekarában 30 éve közreműködő zenész, opera nagykövet, aki a titulus birtokosaként az operakultúrát népszerűsíti hazánkban.